hónapot. Ez nem csak egy új hét, de egy új év is. És ha minden igaz, akkor az első videóm ebben az évben, mert egy kis szünetre mentem így januárban. A lényeg az, hogy ezen a héten mindenképp vlogolni akartam. Nem feltétlenül a mai nap miatt, mert ez egy kicsit hektikus. Meg, mint látjátok, már sötét van és zuhog az eső. De sok izgi dolog fog történni még a héten, úgyhogy most megyek egy megbeszélés per próbára. Fogalmazhatunk úgy, hogy a tegnapi nap vlogolás szempontjából bukás volt, mert elfelejtettem, hogy vlogolni akarok, tehát későn kezdtem el. Addigra besötétedett, szakadt az eső, és elfelejtettem felvenni, hogy mi van rajtam, ami ugye eléggé szerves része a mit viseltem a héten vlogoknak vagy videóknak. Úgyhogy kezdjünk tiszta lappal. Igazából a hétfői dolgokat csak azért hagyom benne, mert úgyis nagyon rövidek, és valahogy kötelezőnek érzem, hogy egy heti vlog az hétfőtől vasárnapig tartson, aminek amúgy semmi értelme nincsen. Felveszem ugyanazt a ruhát, ami tegnap volt rajtam, mert igazából nagyon jól nézett ki szerintem, úgyhogy legalább meg tudom nektek mutatni úgy, hogy a mai napon felveszem, és megyünk a lakásba. Csodálatos októberi időnk van. A szél minden percben ki akarja tépni a kezemből az esernyőt. Hát nem tudom, mit mutattam utoljára, de ez itt a fürdőszobánk, szóval itt már egészen sok csempe van. És amúgy nagyon hideg ez a fény, de nagyon szép zöld. Amúgy kamerán szerintem egészen élethű, hogy milyen színű lesz egy normális megvilágítással. Itt egyébként álmennyezetünk lesz, szóval odáig fog tartani, ahol ezek a vezetékek futnak. A WC-ben kezd kialakulni az a polc, amit mindig is elképzeltem a WC mögé, és fel vannak rakva ezek a záróelemek is, amit ilyen tipikus metrócsempéhez szoktak rakni. A másik WC, ami ugye eredetileg egy spájz lett volna, az szintén ugyanúgy alakul. A különbség amúgy elég nagy lesz majd a kettő között, hogyha már fugázva lesz, meg a burkolatok mellett már lesz ugye festés, meg tapéta, meg ilyenek, mert itt fehér lesz a fuga, a másikban viszont fekete. Úgyhogy egészen különbözőek lesznek ahhoz képest, hogy most tök ugyanúgy néznek ki. Az ajtók, amiket megrendeltünk, azok ide fognak kerülni. Fürdőszoba, WC, mi ez? Iroda, másik WC és gyerekszoba. És itt van a kádunk, ami most szabadon állónak tűnik, talán, de amúgy nem az lesz, hanem be lesz építve, mert sokkal praktikusabb, olcsóbb és szebb is lesz szerintem beépítve. Rendeltem egy kabátot Vintage-ről, és így beugrottam érte a paket a pontra. Lengyelországból jött, kíváncsi vagyok, hogy milyen. És megérkezett a postára a festékünk, ami az előszobában lesz majd. Imádom ezeket a házi barkács csomagolásokat. Kicsit vékony. Bár erre számítottam. Milyen? Jó a színe, nem? Olyan, mint a csempény. Épp a Tesco-ban voltam, amikor ránéztem az e-mailjeimre, mert nem tudom miért, eszembe jutott, hogy mi van, ha van valami az e-mailek között, amit meg kell vennem a Tesco-ban, amire amúgy nulla esély van, de mindegy. Szóval megnéztem az e-mailjeimet, és akkor láttam, hogy most, hogy átvettem a festéket, kaptam egy e-mailt attól a forgalmazótól, akitől rendeltük ezt a falfestéket, hogy az volt a cél, nem tudom, hogy ezt mondtam-e, de az a cél, hogy az előszobában az ajtókat és a falat teljesen ugyanolyan színűre fessük. Nyilván esetleg a finishben lehet némi eltérés, mármint az, hogy mennyire fényes, vagy mennyire mat, vagy értitek. A lényeg az, hogy a Tesco-ban voltam, amikor kaptam egy e-mailt, hogy hiába egyeztettem telefonon ezzel a forgalmazóval, azt hiszem, hogy novemberben, hogy a falszínhez ki tudja keverni nekünk a gyártó a krétafestéket, ilyen 3:1 krétafestékkel szeretnénk kifesteni, vagy lefesteni az ajtókat, mert ez nagyon egyszerűnek tűnik, anyánál is így van, és tök jól működik. Hiába hívtuk fel őket telefonon, és biztosítottak arról, hogy persze korábban is volt már erre példa, és hogy nyugodtan rendeljen meg a falfestéket. Természetesen a gyártó most írt nekik, hogy nem tudja kikeverni 3:1 krétafestékben azt a színt, amit mi a falra már megvásároltunk, és a mai napon átvettünk, szóval kimondhatatlanul dühös vagyok, mert úristen, nem kéne ezen sírnom, ez annyira bagatell dolog. De hogy nagyon kevés dolog van a lakásban, amivel kapcsolatban így teljesen biztos vagyok, vagy hogy mondjam. Szóval, hogy tudom, hogy az meg az
biztos, hogy úgy lesz, és úgy szeretném. És ez volt az egyik ilyen. Ebben a pillanatban jön ki az egész felújítással kapcsolatos minden düham egyébként. Szóval most megint órákat tölthetek azzal, hogy utána nézzek, hogy hogyan lehet ajtókat ugyanolyan színre festeni, mint falakat. Úgyhogy ráadásul nyilvánvalóan nem egy minőségi tömörfa ajtóról beszélünk, amit könnyen le lehet csiszolni, és át lehet lakkozni vagy festeni más színre. És egyébként így, hogy már másfél éve ezt csináljuk, meg egyébként sem vagyok. Szóval nem szoktam impulzívan nagy összegeket elkölteni, főleg, hogyha annak hosszú távú következménye van. Tehát nyilván, hogyha most veszek egy festéket, akkor tudom, hogy azt a festéket alsó hangon 5-10 évig fogom nézni a lakásomban, mert egészen biztosan nem akarok 5-10 évig egy újabb ilyen baszakodáson átmenni, mint a festés. Szóval nyilván nem hasraütésből vettem meg a falfestéket, és nem saját magam találtam ki, hogy majd a gyártó biztos ki tudja keverni nekünk hozzá a krétafestéket. Szóval, ha nem lett volna biztos, ha azt mondják, hogy meg kell kérdezniük a gyártótól, és visszaszólnak, teljesen valid lett volna, meg is köszöntem volna. Nem, azt mondták, ez így biztos lehetséges, nyugodtan rendelje meg. Úgyhogy most leülök kutatni. Nos, megérkeztek az ajtóink, amik egyelőre ilyen indokolatlanul nagynak tűnnek, mert még ki kell vágni az ajtókereteket ahhoz, hogy beférjenek. Nem vagyok normális, de itt jöttem fel, csinyi kis cipőmben, meg fehér zokniban, mert a Nemzeti Galéria felé megyek. Egy kedves turistáról csináltam egy képet, de hát teljesen ki volt égve a háttér, és meg sötét volt, de... Én figyelmeztettem. Lehet, hogy ennek a hangnak majd egy pillanatát sem fogom tudni használni a hangos zene miatt, de volt egy megbeszélésem a Nemzeti Galériában méghozzá azért, mert 24-én lesz egy tárlatvezetés, ahol majd én is mondani fogok egy-két okosságot. Igazából teljesen rám van bízva, hogy mely művekkel kapcsolatban és mit. De hangos. Úgyhogy most megvárom Somát, mert holnap van az évfordulónk, de holnap nem nagyon tudunk együtt lenni, úgyhogy ma délután csinálunk közös programot, és körbe megyünk a Nemzeti Galériában, amúgy is nagyon szeretjük ezt a helyet, meg szeretjük az itteni kiállításokat, úgyhogy körbenézek, hogy miről beszéljek. Végignéztük a vasari kiállítást, amire szerintem amúgy el sem mentünk volna, hogyha most nincs ez a lehetőség, úgyhogy tökre örülök, mert voltak dolgok, amik tetszettek. És most úton vagyunk arra a programra, amit én foglaltam le az évfordulónk alkalmából. Nem tudom, hogy amúgy honnan jutott ez eszembe, de képzeljétek el, hogy elmegyünk kitölteni egy hivatalos IQ-tesztet. Szóval örökre lezárhatjuk azt a vitát, hogy melyikünk az okosabb. Szerintem teljesen átlagosan fog sikerülni, nekem legalábbis, én ezt érzem. Nagyjából tudom, hogy milyen egy ilyen teszt, szóval tudom, hogy a logikus gondolkodást és a mintázatok felismerését teszteli. Egyszer internetemben lennéztem egy ilyenbe, és annyira félgesített, hogy 5 percben kinyomtam. Én szerintem utoljára ilyen tinédzser koromban nézhettem ilyet, de én is úgy emlékszem, hogy nem is értem a végére, mert annyira felidegesített engem is, szóval ez már azt hiszem, hogy az elején sokat elmond rólunk. Túl leszünk rajta minden esetre 2-2,5 óra múlva, és aztán beszámolunk róla. Amúgy a teszt az, szóval, hogy nem lehet róla beszélni túl sokat, mert hogy titkos, nyilvánvalóan azért, hogyha más is meg akarja csinálni, akkor ne tudjon előre készülni idézőjelben. Ez nem tiszt szabaduló szoba. Igen, igen. De arról majd fogunk tudni mesélni, hogy milyen az élmény, mert amúgy heti több tesztet is tartanak általában, legalábbis Budapesten, és 6000 forint per fő egyébként. Most megtudtad az ajándékod árát? Na, most beszámolunk. Hivatalosan 4 héten belül kapunk eredményt, általában 1-2 hét, azt mondták. Mintakeresés. Nek nevezném azt a készséget, amit figyel. Tehát ilyen különböző ábrákat kell beilleszteni egy sorba. Így tudom a legegyszerűbben elmondani. És az első, 36 kérdés volt. Kérdés, hát nevezzük kérdésnek. Feladvány. Olyan lassan haladtam, hogy szerintem ugye a 30-ig eljutottam, és onnantól kérdem, hogy csak tippnem, mert meg más tudtam nézni. Amikor szóval még nem telt le az idő fele, akkor azt éreztem, hogy ez nagyon gyorsan meg lesz. Utána
letelt az idő fele, és utána azt éreztem, hogy úristen, még kétszer ennyi idő kéne hát az idő, a további feladatokra. Az idő felénél voltam a 22-nél. Aha. És annak ez így nagyon-nagyon lelassult. Egyébként kiderült, hogy rajtunk kívül mindenki azért volt ott, mert kitöltötte előre az online feladatsort, és gondolom ők az alapján tudták nagyjából, hogyan fognak teljesíteni. Nekünk, ha másra nem is, arra mindenképpen jó volt ez az élmény, hogy egy egész estét töltsünk a megbeszélésével. Próbáltuk felidézni és emlékezetből felrajzolni a levegőbe, hogy mik voltak számunkra a könnyebb és nehezebb feladatok, még úgy is, hogy elvileg különböző feladatkönyvet kaptunk. Szóval, ha valaki úgy érzi, ez nem okoz kellemetlenséget az önmagával vagy a párjával szemben felállított kép kapcsolatban, akkor én nagyon ajánlom ezt a programot. Soma a 30. születésnapjára egy órát szeretne, de nem mertem neki anélkül megvenni, hogy tudnám, hogy pontosan miért, úgyhogy elmentett egy csomót, és ezek közül fogunk válaszolni, és hát ő választ, én meg csak segítek benne. De egészen változatos árak vannak egyébként. Ezt tetszik nekem nagyon, mert eléggé elérhető áru. És megvan hozzá az eredeti dokumentum, meg a doboz, és szép. És soha felhívta rá a figyelmet, hogy 93-ban készült, úgyhogy pont a szülinapjára alkalmas lenne, mert hogy ő is 93-as. Nekem ez a kedvenc. Tényleg, ja. A mai napom egyébként, hát a mai napom külön telt, mert munkanap van. És az enyém eléggé egy helyszínen zajlott, plusz benne volt egy kis ebédelés, mint szórakozás. Rámeneztünk ugye, és ami most közös program lesz Somával, igazából nem tudjuk, hogy este még akarunk-e valamit csinálni, mert még le akarjuk foglalni a szállást a hétvégére. Reméljük lesz. Salgótarjánba, biztos vagyok benne, hogy lesz. De amit most csinálunk, az nagyon izgi, mert képzeljétek el, hogy tegnap teljesen véletlenül találtam egy nagyon-nagyon szép fali szőnyeget Facebook Marketplace-en, illetve egy csoportban. Úgyhogy most azt vesszük át, és nagyon kíváncsi vagyok egy élőben, hogy néz ki, mert képen konkrétan gyönyörű. És most fejjel lefelé van. Tényleg? Igen. Szóval így néz ki, és az előszobánk ugye lila lesz, a nappalink pedig zöld, és annyira rohadtul menő, és színben pont passzol. Ezt vettük. Mozizunk végül. Egyedül itt megy az a film, amit meg akarunk nézni, a Tom Hanks-es. Még a férfi, akit Ottónak hívnak, még valami ilyesmi. Úgyhogy ide jöttünk. Mármint nem egyedül itt megy, hanem egyedül itt megy most, hogy még hazaérjük. De igen, Michelin-t kényel rejtett. Nagyon sportos. Az élmény jó volt, és jól beleválasztottunk a filmbe, mert részben a házastárs elvesztéséről szól. Úgyhogy, mint a legnagyobb félelmem, és egyben az évfordulónk tematikája... Nem, mi? Nem a tematikája, de hogy az évfordulónk miatt. Na mindegy, értitek. Szóval pont témába vág valamilyen szinten. De a mozi élmény jó volt, viszont a film az számomra eléggé felejthető, ötöst adtam rá őszintén. De azért sírtunk rajta néha. Uráros tér, hívállomás. Szia, Pipi! Mehetünk Salgótarjánba? Kérsz egy kis crunchy nutszeket. Megérkeztünk Salgótarjánba. Szóval most azt hiszem, hogy nem fejtettem még ki, hogy miért vagyunk itt, vagy miért pont ide jöttünk. Az a helyzet, hogy Soma vett egy könyvet, aminek az a címe, hogy Salgótarján modern építészete. És a fejébe vette, hogy ő el akar jönni Salgótarjánra
Ba. Ha már megvettem, akkor nyilván megnézem én is. Igen, és meg akarja nézni, hogy milyen a környék. Úgyhogy úgy gondoltuk, hogy ha már ez így mostanában történt ez a könyvvásárlás, akkor a 13. évfordulónkat összekötjük, mert az utazásunk az ez lesz. Íme a könyv. És a szállásunkra is megérkeztünk, aminek amúgy vicces a sztoria, amit mindjárt elmesélek, de előbb körbe mutogatom. Nos, a bejárati ajtónk. Itt jövünk be, van nagy beépített szekrény, amit nem nyitottunk ki, szóval nem tudom, hogy van-e benne valami, de igazából nincs is rá szükségünk. Balra nagyon cuki konyha, beépített spájzzal, ilyen teljesen kellemes nappali, és most kétfelé van ágyazva, mert nem nekünk készítették elő, ezt majd mindjárt elmondom, hogy miért, de ott meg fogunk ágyazni, tehát hogy egy nagy ágyunk legyen, mert nem szeretünk külön aludni. Nagyon kedves volt egyébként a szállásodunk, kijött elénk a busz megállóba, és felhozott minket. Íme a fürdő, és egy vécé. És körbejárható az egész. Tadám! Itt vagyunk a kezdőpontnál. A szállásunk sztoria. Természetesen halogattuk a szállásfoglalást. Igen, akkor két lehetőség volt. Két lehetőségünk volt. Egy, ami nagyon-nagyon rosszul nézett ki, és olcsóbb volt, és egy olyan, ami nagyon-nagyon jól, vagyis hát egy átlagos lakásnak nézett ki, és egy picit drágább volt, úgyhogy most a picit, tehát az árkülönbségek, csak hogy érezzétek, nem nagyságrendiek, tehát ilyen 4-5000 forintokról beszélek. És lefoglaltam ezt az Airbnb-t este, tegnap este, és ma reggel írt a szállásadó, hogy sajnos nem tudunk oda menni, mert hogy le van foglalva, vagy hát tovább marad a vendég, aki ott volt, vagy nem tudom, valami ilyesmi. De hogy ő ajánl valaki mást, és ez a valaki más az, akinél most vagyunk, egy nagyon szimpatikus nő volt egyébként, és visszakaptunk egy picit az árából, és mindezt egyébként, csak így tanulságképp mondom, hogy nem tudom, hogy mennyire szabályos, de az Airbnb-n keresztül úgy csináljuk, hogy az a foglalás életben maradt, tehát hogy gyakorlatilag védve vagyunk. Bár nem tudom, hogy az Airbnb szabályozás alapján így is védve vagyunk-e, hogy igazából elfogadtuk, hogy nem azt a szállást vesszük ki. De legalább így, nem tudom, kicsit biztonságosabbnak érezzük, de igazából már itt vagyunk és megkaptuk a kulcsot, úgyhogy no para. És a bemutatkozásnál leírtam a szállásadónak, hogy azért jövünk Salgótarjánba, hogy épületeket nézzünk, és nagyon-nagyon aranyos volt az új szállásadónk, mert előkészített nekünk még plusz könyveket, amiket meg tudunk nézni. Ja, és ez tök jó, mert csomót átépítettek már, vagy hát így felújítottak meg, és most itt látjuk majd, amikor nézzük őket, hogy milyenek voltak eredetileg. Outfit check, mielőtt elfelejtem. Ugyanez a színvilág lesz a hétvégén továbbra is majd. Van itt ilyen óriási sajt, egy saját sajtálványom. Igen, természetesen. Nagyon-nagyon jó volt a vacsora, és azt akartam megmutatni, hogy amúgy ilyen szürreális, úgy néz ki ez az épület, amiben van ez a tök jó étterem, mint hogyha egy ilyen iskolai épület lenne, vagy nem, ilyen STK, vagy nem is tudom, nem. Szóval baromi jót ettünk, úgyhogy eddig a két kedvenc olasz gasztronómiai élményem az Marosvásárhelyen és Salgótarjánban esett meg. Ami elég vicces, főleg úgy, hogy voltunk már Olaszországban. Nagyon-nagyon jót ettünk, és nagyon kedvesek voltak. Úgyhogy, hát ami negatívum lehet, az talán az ár. Hát meg az interior. Ja igen, az interior az ilyen hideg, vagy nem is tudom. Az jó szó, hideg. Ugye? Nem. Az előétel, azt külön ki akartam fejteni, hogy az tonhalkrém volt, az a nagyon sárgás jellegű pép, és borjúszeletek voltak rajta, és nem nagyon szoktam azt tapasztalni, hogy összeraknának ilyen halételt hússal. És tök érdekesnek gondoltam, és a pincekenyérrel bármikor le lehet venni a lábamról, szóval tudtam, hogy isteni lesz, de nagyon-nagyon finom volt, szóval... Ja, ez egy jó kezdés egy évfordulós utazáshoz. Ja, és konkrétan 5 percre lakunk az étteremtől, mert ott az ATM-nél, vagy annál az UniCredit banknál kell lemenni jobbra, és az épület másik sarkán van az étterem, és mi pedig ebben a házban lakunk. Magunktól keltünk ma reggel, és az első dolog, ami a mai napon történt, hogy megérkezett a menza eredményünk, és sajnos egyikünk sem zseni. Mind a ketten az emberek 80%-ánál vagyunk értelmesebbek, mármint hogy ezt ilyen idézőjelben mondom, mert ugye így határozzák meg
az intelligenciát. Nagyon fáradt vagyok még. Az a terv, hogy én tegnap elhoztam a főételemnek a maradékát, és azt megettem reggelire. Szerintem ez az elmúlt időszakban többször feltűnhetett nektek vlogokban, hogy imádom a tegnapi, vagy előző napi kajának a maradékát másnap reggelire megenni. Legyen az hamburger, vagy tészta, vagy bármi. Szóval én azt megeszem, és utána lemegyünk a Nyugi nevű kávézóba, ami nagyon-nagyon illetve remélem, hogy nyitva van szombaton, mert ma ugye szombat van, ami ilyen specialty új hullámos kávézó, ahol én egyébként általában szeretem a kávét, mármint, hogy én ezt a fajta kávét szeretem, ezt az új hullámos fajtát, és Soma pedig nem szokott túl nagy reggeliket enni, úgyhogy neki jó lesz onnan valamilyen péksüti, vagy hogyha ott nincsen, akkor szemben van egy lipóti, és utána nekiveselkedünk a városnak, és Soma fogja tartani nekem a vezetést, illetve hát majd megpróbálom felvenni, amiket mond, az érdekesebb részeket, úgyhogy nektek is vezetést fog tartani Salgó tarjából. Mi néz? És itt leírja, hogy hogyan kell menni. Uh-huh. És ez az első? Ez az első sípoltó. Az utunk fő célja tehát a salgótarjáni építészet megismerése volt. A 19. században Jobbágyfaluból bányász, majd iparvárossá vált. Az 1960-as évek előtt a városban jellemzően földszintes házsorok álltak, de az 50-es években az akkori politikai vezetés úgy döntött, Balassa gyarmat helyett Salgótarján lesz az új megyeszékhely, így rohamos fejlődésnek indult. Magyarul, miért is érdekes ez a környék? Mert láthatjuk, mi történik, ha egy várost felhúznak szinte a semmiből, méghozzá úgy, hogy egy erős politikai hatalom áll mögötte, majd mi történik, amikor ez a támogatás megszűnik. A karancsszálló például a rendszerváltás óta üresen áll. Az épületek, amiket látok és amik a könyvben szerepelnek, nem a szocialista realizmus irányzatát képviselik. A köznyelvben helytelenül használjuk ezt a kifejezést a betonszörnyetegekre. A valóságban a szociál a keleti blokk minden országában más, a saját történelmének egy szeletéhez nyúl vissza, hazánkban például a reformkori klasszicizmushoz, és azt vegyíti szocialista jelképekkel. Jó példa erre a BMR épülete vagy a MoMe Master. Ezzel szemben a modern építészet nem direkt díszítésekben, hanem arányokban, geometriában, fényárnyékhatásban, anyagokban, a terek szabad áramlásában gondolkodott. Ez elméletben csodásan hangzik, a gyakorlatban pedig mindenki maga eldöntheti, hogy mi tetszik neki. Salgótarjánban például nekünk nagyon bejött a Dornyai Béla Múzeum és a Városháza, Soma kedvence a brutalista karancsszálló, de engem a világból ki lehetne kergetni, ha a lakberendezési áruházat kéne nézegetnem nap mint nap. Ez kicsit tág fogalom, de beleférek. Hazajöttünk megpihenni, rettenetes a harisnya, amit vettem, mert iszonyatosan bő, viszont nem elég hosszú, pedig én nem vagyok túl magas, és így feszíti a lábujjamat, szóval na mindegy, borzasztó az egész, de fáztam, meg Soma is fázott, úgyhogy ő felveszi a kabátját, én meg felvettem ezt, és most már indulhatunk lehova ebédelni. Mintha ikrek lennétek. Az épületeken kívül bármikor ingyenesen megtekinthető a központtól egy perc sétára található Balázs János szabadtéri kiállítás is. Balázs János roma származású művész volt, aki a salgótarjáni cigánydombon élt a féle remeteként. Óriási lexikális tudásra tett szert, minden érdekelte. Időskorában fordult a festéshez, amivel utoljára csak gyerekkorában foglalkozott, és mindössze 8 év alatt készült el minden fennmaradt munkája. Mágikus hatású műveiben belső víziói ötvöződnek a cigánymesék misztikus világával és a valóság elemeivel. Vettem tegnap a mancsóikban egy ilyen smoothie-t, mert imádom a sütőtökös leveket meg smoothie-kat, úgyhogy remélem, hogy eléggé sütőtökös íze lesz. Fincsi. Nem emlékszem, hogy tegnap mikor szólaltam meg utoljára, de Soma, te miről akartál tegnap beszélni? Hát csak, hogy milyen vicces, hogy pont ezt mondtam, mikor írtuk, hogy, ilyen egy 20 lenne, annyira lőném be ideálisan, mert ez egy fokkal jobb, mint az átlag, szóval azért egy átlagnál egy fokkal jobb, de azért még nem az a kategória, hogy túl messze egy az átlag, tehát az úgy pont jó.
Nem tudom, ez volt a fejemben. Kicsit jobb, de nem túl jó. Igen, az pont az ilyen csinovnyi lépnek, amit úgy szeretek, hanem pont ez a jó értéke, azt érzem. Na, örülök akkor, hogy bevált a vágyad, megtestesült. És pont annyi lett, úgyhogy ez így... Úgy akartam volna megírni ennyire, amúgy nem úgy akartam, minél jobban akartam, de rohadt nehéz volt a vége. A Csizmás Kandúrral nem beszéltünk. Soma azt mondta, hogy több kritikát látott a Csizmás Kandúrral kapcsolatban, meg ilyen véleményt, és hogy mind elképesztően jó volt. Én rá se kerestem, úgyhogy velem nem jött szembe sehol kb. Viszont tegnap ugye megnéztük, és elképesztően hihetetlenül jó volt. Igen, nagyon-nagyon-nagyon jó volt. Igazából... Úgyhogy amíg megy a moziba, nézzétek meg, mert... Igen, igazából csak jókat tudok róla mondani. És a kiskutya benne ugyanolyan volt, mint a Maki. Mármint, hogy ilyen személyiségre, igen. Személyiségre, meg az orrocskája hasonlít, szerintem. Kész vagyok! Éhes vagyok nagyon. Ugyanúgy nézel ki, mint tegnap. Hát, miatt múlom. Ja, jó. Vettünk reggelit, kb. Csak ez a pékség van nyitva, meg aztán a nyugiban is lehet kérni kávét, de ott reggeli nem volt, és nem szoktam hétvégén annyira kávézni. Én most akkor revizionálnám azt, hogy nem kérek kávét. Na gondoltuk, utoljára még megnézzük felülről, hogy mit láttunk alulról. Innen elég depressziós, főleg így ködben. Ez a sok beton. Hát ez a hét marha hosszúnak tűnt, úgyhogy remélem, hogy tetszett nektek, mert számomra nagyon eseménydús volt. A vasárnapot azt már csak az utazáson kívül praktikus dolgokkal töltöttük, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és remélem, hogy legközelebb is találkozunk. Puszi!